Pacsi mindenkinek, sziasztok srácok, Dízel vagyok, és itt lenne a legújabb videóm, amit megígértem nektek, egy Kassadinnal fogunk játszani, minden baromi régen volt Kassadinnal a videó, és mostában ismét eléggé meta erős karakternek érzem, meg éreztük Moxival, Moxi ajánlotta, hogy kezdjek el vele játszani, és baromi jó ötlet volt, hiszen tényleg egy marha erős karakterről van szó. A kapásból hoztam neki egy Dark Seal-t, illetve egy újratölthető potit, és ahogy látom, egy Vladimir ellen fogunk játszani. És apropó, a kis csapatom, akikkel játszok együtt, az természetesen Moxie, mint Jhin AD Carry. Itt van velünk HM Pubi, mint Thresh support, HM Fade, mint Fiora toplén. Young and Rich, őt nem tudjuk, hogy kicsoda, őt random dobta be hozzánk a rendszer. Ő lesz a Graves jungelünk, az ellenfél csapat pedig egy Ashe, Riven, Lux, Vladimir és Rengar kombó lesz. Hát... Reméljük, hogy jó lesz ez a meccs, és jól fog sikerülni jobban, mint a Rek'Sai, és nem fogunk kiszívni annyira erősen és gyorsan. Habár Kassadinnal is van egy ilyen átkom. Nem tudom, Kassadinnal nagyon jó meccseket játszottam, és nagyon kevésszer nyertük meg. Ma is valami 22-5-ös Kassadin toltam, tényleg igyekeztem carry-zni, ahogy tudtam, és beendelte egy Jax a... Bebackdoorozta a Jax a Nexusunkat, úgyhogy... Nagyon jó érzés volt. Igen, egy igazán tökörrúgásos érzés ezzel a Kassadinnal játszani. De minden esetre egy nagyon fán karakter, és szerintem, mint ahogy mondtam, metában most nagyon-nagyon erős. Amúgy Masterinek és Runának egy sima APCDR-es, amit mi olyan mindennek hozok, Runát hoztam Kassadinnak, tehát APCDR, Magic Resist és Magic Penetration. A Masteribe pedig egy 18-12-t hoztam, ahol nem Thunderlordot, hanem a Deathfire Touch-ot hoztam. Ennek oka pedig sokan ugye Kassadinnak a Thunderlordot javasolják, meg mit tudom én úgy érzem, meg Moxival is azt beszéltük, amikor ezt átrágtuk, hogy a Thunderlord erősebb midgame-be, viszont early-ben és late-game-ben a Deathfire Grasp a nyerő, mert igazából úristen mit tudott a felturbózott kujjával a Vladimir. A early-ben igazából a Thunderlordnak sok értelme nincsen, hiszen fel kell stackelni azt, és nincsen mindig enk, ugye. Ez mellett meg... ne kerges. Hú, ez jó volt, hogy kergetett igazából, mert el tudtam hozni a farmot. Szóval nem tudjuk rá stackelni egyszerűen a három spellt, hogy kijöjjön a Thunderlord, vagy csak nagyon ritkán, vagy általában veszíteni szoktuk akkor a trédeket, hiszen a Kassadin ugye egy mili karakter, és úgy rá kell másznunk szabályosan az ellenfélre, és most eléggé be vagyunk szorítva ide torony alá, úgyhogy... Szóval viszonylag nehéz használni a Thunderlordot, ez a lényeg. Ú, gyerekek, ez nagyon szar eddig a farmunk. Mondjuk nyugtat a tudat, hogy... az övé is az, és kapunk egy midre egy genket, ha minden igaz. Szóval midbe, midgame-be, tehát ilyen level 6-tól 11-es szintig jó a Thunderlord, hiszen az ultival, ha ráugrunk, úgy tudjuk használni, de... Oké, kijött a flash-e, És utána viszont ismét late game-ben úgy érzem, hogy inkább jobban dominál a Deathfire Grasp. Hupika. Early-ben meg hát szépen tudunk vele haraszolgatni a Q-val, nem sebez annyira nagyon sokat pluszba, de mégiscsak valamit, ami nem rossz. És amúgy elég szépen farmol a kedves Vladimir, jól helyezkedik, úgyhogy ez eddig úgy néz ki, hogy egy izgi mérkőzés lesz. Közben level 2-es lett a... Opa, ezt nem figyeltem, level 2-es lett. Jó, hát ezt megoldottam flash-sel. Ugye tudtam, hogy neki nincsen, mert elhasználta, amikor jött a Graves gankelni. Most még egy kicsit itt maradok, hogy bepusholjam a lényt, amennyire csak tudom. És ezzel egy kis XP előnyt szerezzek magamnak. Oh boy. Na jó. Még egy miniont elviszek. Ups. Oké, egyszerű. Pár miniont vesztett azért. Igaz, én nem szereztem én túl sokat. Ó, ez mondjuk ez nem volt a legjobb ötlete, mert ő így veszít egy párat. És mire visszapusolja a lényt, addigra én már visszatérek egy cipellővel, ha minden igaz. És a Katalizt, ja nem.
cipővel, nem csak katalisztal. Oh boy. Meg kéne vágni. Á, megvárjuk azt most már ezt a 20 goldot. Ez nem volt annyira jó. Ha még egy miniont elhoztam volna, akkor jobb lenne, de nem baj. A buildünk abúgy, srácok, úgy fog kinézni, hogy megveszünk a Rodophagis, Rodophagis után Lich Bane-t, utána mindenképpen rámegyünk és megveszünk magunknak a zonyát, és utána meg igazából választható itemek, tehát akár Rabadon, Rabadon után egy Void Staff, vagy Void Staff Rabadon, lehet defensív item is, tehát csomó, majdnem csomó bármilyen variáció lehetséges. Én... Kiafkolt a trashünk? Ajaj. Mi történt? Level 6-tól akkor én is megyek egyből rómolni Moxinak segíteni. Nem tudom, mi történhetett. Beszéltem ugye, kedves... Jó, ezt a trade-et nem nyerte meg túlságosan. Ja, elég sokat tankosodtunk. Jó. Meglátjuk, hogy... Ez baj, infernál volt. Jó, nincs itt senki. Ez így nem lesz túl jó. Level 6. Megpróbálok stackelni egyet az ultimon. És úgy egy kicsit nagyobb damage-et, tehát ugye minél többször használjuk Kassa ultiát, annál többet sebzünk vele. És ezzel nagyon szépen lehet... Magic Shield. Jó, ez nagyon jó ott. Ez kell. Ő így sok miniont fog veszteni, én meg ezekre itt ráultizok. Szépen lehápézzük őket. Jó. Nem tudom, mi történt trash pajtással, de remélem minél előbb megoldódik. És igyekszem le én is botra segíteni egyet. Nem tudok elég gyorsan pusolni sajnos még. Habár a farmom amúgy annyira nem rossz, ami azért elég király. Le fog járni. Van még, van flash-e, úgyhogy óvatosan. Amúgy nem tudom, ezt én sem értem, hogy Moxie hogy tudta kitankolni, vagy miért pont Moxie tankolta. Mondtam, hogy van flash-e! Ott hogy van flash-e, rossz ötlet. Oh boy, nem baj, eladjuk az újra tölthető potit, és inkább megvesszük így 8. 9. percnél megvan a Rodophagis. Nagyszerű. Eddig 3-0-1-ben vagyunk, ami nagyon jó, és most megvesszük a Lich Bane-t. De ez még mindig nagyon idegesít, hogy hol az Isten van, van Pubi. Pubi, merre vagy? Oké, okay. Pubi nincs itt. Pubi nem lett itt. Na. Vissza a farmhoz. Most már ugye van egy kis AP-nk is, eddig majd, hogy nem AP nélkül harcoltunk, tehát AP és item nélkül, amit vásároltunk volna. Uff. Az a Q shield, ez nem rossz, le tudjuk védeni vele az ő Q-ját. Ez egy ilyen Q csata lesz. Jó, ezekkel így nyerjük a trédeket, ez nagyon jó. Nagyon örülünk. Csak elég szarul állunk így farmban, sajnos. Ezt húzok másodiknak.
Nagyon szép kombókat lehet tolni Q-level. Igyekszem majd lemenni Moxinak, amennyit tudok segíteni. Csak SS mid. Szerencsétlen ott egyedül harcol boton. Jó, most egész gyorsan be tudtam pusolni. Úgyhogy... nagyon zaklatják Moxit. Melyek segítek. Nagyon szép. Fel van stackkelve 3-asra az ultim. Oké. Az S az erre ment. El tudja vinni Moxi? Jó, ezt nem megveszem. Akkor ezt elvittem. Az a baj, a Luxot oda akartam volna adni neki. Csak a Lux meg ugye már kiflesselt, és utána ment a Q-m. Úgyhogy... nem baj. Lekempelem botlane-t, tehát jobb ötletem tényleg nincsen. Minden esetre eddig így is nyerjük a meccset. Csak ugye a későbbi játék során lehet ez nagy probléma. Hogy nincsen trashünk. Szerencsétlen Moxie 0-1-5-be van, baszki. Na. Összekapjuk magunkat és segítünk neki. Nem, inkább Lichbane-ből megveszem a Shint. Veszek egy Vision Wardot és egy-két potit. Azt nézem, hogy van ott egy Ward, azt a Wardot ki fogom majd használni és rá fogok teleportálni, ha legközelebb pusolják Moxit. És úgy utána, tehát fel fogom stackelni először az ultimat. És akkor könnyebben nagyobb damage-et fogok tudni kiosztani rövidebb idő alatt. Ahogy látom közben midlane-re jön egy gank. Nem halt bele a Q-ba, vagy a W-be. Fuck! Szed, és már a Q nem jött vissza. Hát akkor most viszont teleporttal... végülis lemeltek Moxinak segíteni, ha le tudja majd kötni az est 7 másodperc múlva. Oké. 3, 2... Szép, ez a beszéd. Nagyon szép volt. Azt hittem, hogy még el tudom kapni, mielőtt átugrik flash-sel. De már sajnos nem. Semmi baj. Egy halálunk van eddig. Belefér teljesen. Ja, hülye vagyok! Nem fel volt stackelve az ultim. Nincs mana! Mana! Mana hiány. Nope bro, 7% manával, nem tudok sajnos semmit se kezdeni. Vissza kéne mennem. Csak az a baj, ez még több gold kéne. Nem megyünk vissza, farmolunk. Bár, hogy ketten vannak, úgy nem biztos, hogy farmolok. 90 mana, 100 mana. Hagyjatok állatok! Ott a Vagyimir. W-vel elvisszük itt a minions. Nagyszerű. Oh boy. Oké. Legalább egy hitem a kis minionokat torony után, ez nagyszerű. Ezzel kicsit megkönnyíti a farmunkat. Amennyit csak tudok, gyors lefarmolok és ezután backkelek. Jönnek midre. És nem vitték el a Wardomat, ami nagyon jó. Hát 4v50. 4v50 szép az élet, én azt mondom. Itt egy elbaszott szerelembe.
Oké, megvettük ezt a kis plusz AP itemet, ami nagyon jól jön nekünk. 6-1-2. A late game damage-ünk lesz az igazi, tehát azzal mi az est nagyon gyorsan, és a luxot is nagyon gyorsan ki fogjuk tudni szedni. A revenge érzem akkor a problémának, ugye nagyon jó, hogy a Fioránk 4-1-2-ben van, nagyon szépen játszik. Moxiban sem lesz hiba az 100%, hiszen Moxi mindig nagyon jól játszik. És olyan, úgyhogy így a csapat összességében egész jól teljesít. Annak ellenére, hogy ugye 4v5-ben vagyunk. Na nézzük. Kicsit keveset sebeztem rá. Ja. Ja, full magic penbe tolja. Full magic pen. Nem baj, így is ezért megnyertük ezt a trade-et. Lemegyek Moxinak, segítek. Ismét. Csak az a baj, nem jó. Így is nagyon. Na most haltam meg. Elflasheltem Vladimir. Elhasználtam a dupla vémet és a Rengar már jött be ultival. Úgyhogy ez így eléggé necces volt. De legalább elhoztuk a Heraldot. Herald! A miénk. Ott az meg lesz, legalább az egyik meg lesz. Nagyon szép. Kihilleli. Ugye rám elhasználtak mindent, nagyon szép. Két kill. 50 sec múlva lesz teleportom, úgyhogy addig én azt igen tudom használni. Viszont, ugye átváltunk a távollátó wardra. És igyekszek top lane-re, hiszen azt a szép wave-et még le tudom farmolni, és a Fiora 130 farmmal rendelkezik, én meg csak 103-mal. Úgyhogy viszonylag keveset farmoltam a sok mászkálás miatt. Egy Vladimir ellen nem is annyira könnyű basszus kulcs. Már csak az XP miatt is nagyon jó, hogy ezt levisszük. Bot misszál. Jaj, kiismerítettem a mana poolomat. Hát, elég kevés manám van. Mindegy is. Ezt itt hagyom. Legyen visionom. Na igen, most kezd érződni a 4v5, sajnos. Megvan a Lich Bane, azt megvesszük, és próbálok minél előbb, minél nagyobb előnyre szert tenni. Egy perc múlva felsztekkelődik maximumra a Rod of Ages-em. És most megvesszük a Zonyát, Zonya után pedig mindenképpen a Magic Penetration. Tehát ezt mondtam, hogy tök mindegy igazából a... várj, egy Infernal és egy Cloud Drake is már minél. Nem baj, megveszünk a Voice Staffot, és Voice Staff után akár egy Rabadont, vagy valamit még kitalálok. Még nem tudom, vagy lehet, hogy valami defensív itemet veszek. Gyönyörű, nagyon szép. Nagyon-nagyon szép volt. Meglátjuk, srácok. Necces, az a baj, tehát ez ilyen... Most mondanám, hogy szopás. Ez a rész, hogy 4v5-ben vagyunk, de az... Oda. Felsztekkeltem kettőre az ultimat. Nagyon nagy damage-el rendelkezünk most, és... Várjatok. Azért flasheltem, mert nem akartam elhasználni az ultimnak a nagy damage részét. És inkább flash-el, és így egy biztos alsó toronnyal megérte a flash-em elhasználása. Úgyhogy... Segítek Moxinak pusolni. Megőriztük a damage-ünket, és szerintem ezzel a második bot torony is mehet. Topot is pusoljuk. Hú! És Mox is túlélte. A barátság szeretete. Hagyjuk viszont a bot tornyot, nem merek itt maradni nagyon.
Ha esetleg kapok, ó, mondjuk ez az mitre ment. Jó, estől féltem igazából, vagy Rengártól. Ők egyet, ó, akkor nem is kell igazából teleportálnom. Csak mondom, hogyha para van, akkor megijedjen a Rengó. Nagyon szép. Ez az inhibitor így meg lesz. Hoppá! Az elmúlt egy kicsit félrement. Az elmúlt egy icipicit félrement. Ó, Moxinak segítünk leszedni a pirosat. Én nekem meg kéne egy kék. Sutyitól elvettük a kaját. Nem, rossz sutyi köp ki. Fúj! A kék a miénk. Szépen töltögeti a manánkat, és kell még egy pár száz gold ahhoz, hogy megvegyem az anyát magamnak. Utána Voidot, akkor hogy megpenetráljuk szépen a... Ups! Apa! ez kellemetlen volt. Bele a sűrűjébe, gyerekek! Mint a suliba, még az általános isibe a leves. Mikor mindig basztattak a tanárok, hogy kanalazzál bele a sűrűjébe. Attól leszel jó focista? Már... Hát itt belementél a sűrűjébe, de inkább mint egy cserosz pornófilm. Jajaj. A mit toronynak ezzel lehet bukovina lesz. De én nem ilyen lovat akartam. Ketteztek. Nem jó! Nem jó! Túl sok a CD, 5,6. Fuck. Nagyon nagyot damage-elt az S ahhoz képest. Ha lett volna az anya, nem baj, most már van az anyánk is. 120 sec múlva lesz TP. Topot kell defelniük. Következő Infernal Drake-et el kéne vinni, meg akár egy baront is vihetünk most, mert még van kb. Úgy, pár percünk, 3-4 percünk, míg a következő inhibitor éled. Ha lett volna az anyám, akkor megölöm az est is, mert visszajött volna minden CD-m. Ugye addig levédem a damage-ét. Fack. Fackű. Fackürű. Jó. Hogy megy a... Vlagyi. Vlagyi, fuck you, vigyünk igen egy infit, az nagyon kéne nekünk, és nincsen senki, jó. Meg a kék is kéne. Ajaj. Ez nagy baj. Ez nagyon nagy baj. Az majdnem jó volt. Az amúgy egy nagyon szép volt a Graves-től. Ez nagyon szép volt a Graves-től. Azt nézem, hogy mit ütnek nagyon. Mindent. Jó. Nekünk Magic Pen kell, hogy mi is ne üssünk akkor. Most már eldöntöttem, hogy Void Staffot össze. Ajaj. 10 szek és van teleportom. Nagyon szép. Nagyon szép. Jó, Vladimirnek nem éppen a Manhattan tervi megmozdulása volt ez. Hát ha van kék, az nekem rohadtul kéne. Nagyon jó.
A Rengónak ott, ott egy cicafarok hámozás lesz. Itt Demox. Nálam így is van 10-valahány kill, úgyhogy 12 killem van, úgyhogy már nem érdekel. Ezt a bottornyot el kéne még vinnünk, amíg az inhibitor nincs lent. Vagy nincs fent, de. Nincs fent, nem tudok beszélni. Itt egy Diven. Elég keveset sebzek sajnos. Mit toronyra megyek rá? Ajaj. Ace. Ezzel ez megvan. De már. Jó. És már elég sok minion lesz. Oké. Okay. Baj, nem engem kapott el. De nem, nincs baj, nincs baj. Úgy, és egy midtower még mehet. Oh! Oh! A legjobb fogamzásgátló módszer volt ez. Reflex. Ez mennyi a fasz? Nem baj. Ne haragudjatok. Jaj, gyerekek, jó. Elviszük a kéket, és egy infi a miénk, egy infi az övék, és lesz még 3 perc múlva még egy infi, amit szintén el kéne vinnünk. Az lenne csak az igazán jó. Most már a Vladimirt kicsit át tudjuk penetrálni. Hiába, mennyi HP-t meg minden retket vett. 1400 gold. Moxi gazdag. Mid inhibitor kellett volna még. 4-5-5. Nagyszerű. Oké. És ezzel igazából elég szépen sikerült is megcsapnunk őket. Hú, gyerekek, 4v5-be, de sikerült. VP, nagyon szép, GG, VP, hát na, megtört az átok, sikerült nyerni Kassadinnal. És nem nyelni, úgyhogy nagyon jó, örülök neki srácok, végre egy egész jó videót sikerült felvennem. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, hatalmas pacsi mindenkinek, és Moxi kap egy stay cool. Ez igazából ez a stay cool, tilt proof chill, ez Moxié, ez a honor, ezt neki találták ki, úgyhogy ezt meg is kapja. Egy nagyon-nagyon kis izgi jó meccs volt ez. Meg is nézzük, hogy mennyit damage-eltünk mi is, 36 000 damage ment, ez tök jó. Na, jó van, srácok, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem tetszett nektek, ha tetszett, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, és hatalmas pacsi mindenkinek, találkozunk legközelebb, sziasztok!